Minden tanévkezdés rengeteg izgalommal jár, mind a szülők, mind pedig a gyerekek számára. A szülők számára az egyik legfontosabb szempont, hogy biztonságban érkezzenek meg a gyermekeik az iskolába. Ennek érdekében minden szeptemberben a készenléti szolgálat, a közterületfelügyelet és alkalmanként a rendőrség is segít nekünk abban, hogy az iskola környékén minél biztonságosabban kelhessenek át a gyerekek a zebrán, illetve érkezhessenek meg az iskolába. Nagyon köszönöm a készenléti szolgálatnak, hogy mindig számíthatunk rájuk, amikor szükség van a segítségükre. Az iskola kérésére már több éve kialakításra került a parkolóban egy olyan terület, ahol csak egy puszira van éppen idő a szülőnek a gyerekekhez, és gyorsan kiugranak az autóból, és már mennek is tovább. Kérjük a szülőket, hogy a reggeli órákban 7 és 8 óra között ezt a parkolási módot tartsák előnyben, hogy minden gyermek biztonsággal közel tudjon kiszállni az iskola kapujához. És nem csak a közlekedéssel kapcsolatosan fontos a gyermekeink biztonsága, mind a koronavírus, mind pedig egyéb betegségek megelőzése kapcsán is fontos. Részben erről a tankerület gondoskodik, hogy biztonságban legyenek a gyerekek, mind a takarítással, mind pedig a fertőtlenítő eszközök meglétével. Azonban az étkeztetést azt Nagykovácsi önkormányzata biztosítja továbbra is az általános iskolás gyerekek számára, és annak érdekében, hogy minél nagyobb hatékonyságú mosogatás történjen, egy ipari mosogatógépet szereltettünk be az iskola konyhájába, hogy tisztább eszközökkel várhassák a gyerekeket, a konyhásnénik és természetesen a pedagógusokat is. Kispatak óvoda székhely épületében az iskolához hasonlóan itt is mosogatógép került beszerzésre, illetve festések történtek, amik a legszükségesebbek voltak. Az óvodánk Dózsa György utcai épületében a gazdasági épület átépítése, viakolorral való burkolása történt meg az idén nyáron. Egyre gyakoribb villámárvizek alkalmával ne folyhasson be az épületbe a víz. Ezt most sikerült megoldani. A Száva utcai óvodai épületünknek a kerítése újult meg, lefestésre került, és az udvaron is hamarosan megtörténik a változás, hiszen egy új játékeszköz kerül majd felszerelésre. Egyben pedig valamennyi intézményünkben kiemelten figyelünk arra, hogy továbbra is biztonságban legyenek a gyerekek, ezért a fertőtlenítést ugyanolyan kiemelten kezeljük, mint a korábbi időszakban. Nagy örömünkre nagyon sok gyermek van Nagykovácsiban, azonban ez az önkormányzatnak sok feladatot is jelent. Az óvodában már sikerült megoldani, hogy minden gyermeket fel tudjunk venni, azonban az iskola és a bölcsöde még mindig túl zsúfolt volt az eddigiekben, illetve a bölcsödében sok gyereket kellett elutasítani. Az iskola új épületének az építése várhatóan 2022-ben kezdődik meg, a bölcsöde bővítése pedig már jelenleg folyamatban van, várhatóan a jövő évben már kétszer annyi gyermeket tud fölvenni a Lemvirág bölcsöde, mint az eddigiekben.